A következő előadást én fogom megtartani, de lényegében ez csak egy interpretáció lesz, mert az érdem a Munkácsi Tej Kft. növénytermesztési irányítójáé, Ráki Ágnes Tündéjé, aki nagyon nagy elhivatottsággal vezeti a gazdaságban a növénytermesztési munkákat. Itt láthatjuk is a képen őt, ő egyébként növénytermesztési és minőségbiztosítási mérnökként végzett, és valóban nagyon sok újítást próbál a gazdaságban végezni. Ez a cég állatállományal is rendelkezik, tehát a növénytermesztésnek a fő feladata az, hogy a takarmányt megtermelje. Ö, azonban a 2019-ben már elkezdtek ö, szóját is termelni, ráadásul egészen sajátos módon, mert egyszerre vágtak bele a fő és másodvetésű szójatermesztésbe is. Ö, Sajnos az idei évjárat az a fővetésnek egy kicsit jobban kedvezett, ahogy már az előző előadásban a másodvetéseket is bemutattam, és sajnos az augusztus az elég száraz volt. A vetésforgóba való illesztés ugye nyilván meghatározza, hogy nagy tölten termesztenek takarmány, növény, takarmány, keveréket is, és ezután következik a szója. A szója után pedig kapásnövényeket tervez a gazdaság beilleszteni. A talajelőkészítés során elsősorban a lazításos alapművelést helyezik előtérbe, tehát nem szántás van, hanem szántóföldi kultivátorral művelik meg a területet, és tavasszal a készítésnél kombinátort használnak, ahol a rugós kapákat lúttalpalakú kapára cserélték ki, mert ez a gyomszabályozás szempontjából sokkal előnyösebb. A másodetésnél egy kicsit más a helyzet, hiszen itt ugye lekerül a takarmánykeverék június elején, nem is nagyon van többre idő, általában egy sekét átsázás következik, majd pedig a készítés az említett kombinátorral. A fajta használatot tekintve nyilván a fővetésnél előkerülhet a hosszabb tenyészidejű fajta, hiszen délalfördi termőhelyről van szó. A Fővetésnek a fajtája a regále volt ebben az évben, és a, mivel fajtateszteket is végzünk ebben a gazdaságban, fővetésben szerepeltek korai fajták is, és a másodvetésben pedig szuperkorai fajtát, a violát vetették. Hogyha rápillantunk erre a fotóra, látszik, hogy augusztus elejére nagyjából ott tartott a szuperkorai fajta a fejlettségben, mint a hosszú tenyészidejű ö, fajta, tehát az alsó nóduszokon elkezdődött már a virágzás. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy korai fajta fővetésben, ö, ugye a mentor esetében, ugye már a ö, hüvelyesedés is megtörtént az alsó nóduszokon. Hát így lehet nagyjából a fejlődési ütemét ö, tekinteni ezeknek az eltérő éléscsoportoknak. Ö, a technika az azonos volt a gépi technika a fővetésnél és a másodvetésnél is. Némileg a másodvetésben emelték a tőszámot. Itt a vetésidő az úgy alakult, hogy április végén már elvetették a fővetést, és a másodvetésre pedig a június 13-15 között került sor. A növényápolást a fővetésnél ugye nyilván elsősorban a gyomszabályozás jelentette, itt el tudták végezni a vetés utáni negyedik napon a vakboronálást, illetve néhány leveles állapotában a szójóállamonyban is tudták alkalmazni a gyomfésűt. És ezt követően pedig kétszer került sor, sorköznövelő kultivátorra. A másodvetésben ö, nem úgy alakultak a dolgok, ugyanis ö, a vetés követően ö, nagy mennyiségű csapadék volt, ami miatt ö, a gyomfésűt nem tudták használni a ö, korai vegetációs időszakban. Maradt a. Ö, Sorközvelés, bocsánat, ez kultivátor lett volna elnézést, ö, maradt a sorközvelő kultivátor, ö, és igazából a második tervezett menetre már nem is került sor, tekintve, hogy a táblában ö, elég alacsony maradt a gyomnyomás, és ö, nem vált szükségessé. A napokban zajlott a betakarítás, illetve zajlik még most is. A fővetésben, bár elég jelentős volt a gyomnyomás, a száraz időjárás hatására gyakorlatilag leszáradtak a gyomok is olyan állapotra, hogy lehetett kombájnolni. És úgy tűnik, hogy a termés átlag az két és fél tonna fölött alakul. Azért mondom így, mert a táblában voltak olyan területek, amik kiestek ö, nagy szíkfoltok miatt, tehát a hozammérő szerint inkább a 2,7 tonna az, ami tudott realizálódni. Ö, a másodvetésben ö, viszont jóval kisebb terméseredmények voltak. Gyakorlatilag ettől az állapottól kezdve, amit itt a képen is látunk, tehát ez a hatodik, hetedik nódusztól kezdve több nódusz már nem hozott a szója, igen száraz időszak következett, pont ekkor kapott egy nagyobb mennyiségű csapadékét, és utána sajnos hetekig semmit, és ennek következtében kevés hüvely tudott kötni, Egyelőre még a beltartalmát nem tudjuk, napokon belül bemérésre kerül az is, de a termés eredmények az ígéretes augusztus elejé állapottól egy kicsit elmaradtak. Tehát ezek voltak röviden összefoglalva a termesztés technológia Jellemzői, és köszönöm szépen a Ráki Ágnes nevében is a figyelmüket. Érkezett egy kérdés közben, figyelem a monitort itt a moderátori felületen érkezett egy ilyen kérdés, hogy a tenyészidőszak végére sem gyomosodik el a kultúra, ez nem tudom, a fővetésre vagy a másodvetésre vonatkozik-e. Érdekes módon a másodvetésnél, ahol gyakorlatilag ugye a száraz időjárás miatt nem nőttek nagyra a növények, és elég hamar megszűnt a talajnak a borítottsága. Nyilván a szárazság is közjátszott ebben, de nem tapasztaltuk ezt a másodlagos gyomosodást, ami ami betakarítás előtt bekövetkezik. A fővetésűeknél pedig szintén gondolom a szárasság hatására ezek a nagyobb habitusú gyomok is leszáradtak egy olyan szintre, hogy a betakarítást lehetővé tették.